A buszon. Írta Ronald Wolf és Ronald Chesney. Magyar hangok. Forgács Gábor, Martin Márta, Szervét Tibor, Kocsis Marian, Áda János, Barbinek Péter, Mód néni. Jól van! Indulhat, menjen! Aztán ne késsenek! Gyerünk! Állj! Nézd, csak ott van. Jó napot, Mrs. Butler! Jó napot, ellenőr úr! Megmondanád, kérem, hogy a következő 11-es busz tenjárata lesz-e? Már itt kéne lennie. 10 percet késik. Ó, igen, nem csoda. A 345-ös Tilbury járat is folyton késik. Igen, persze. De a 11-es busz nem helyközi járat. Csak a temetőtől jön. Tudom, de Stan az állomáson megvárja Maud nénit. Hogyan? Igen, meglátogat minket. Stan azt mondta, megvárja, a vonat nem késik többet fél óránál. Tényleg? Ezt jelentenem kell. Nagyon szolgálatkész fiú, Stan. Igen. Erről az igazgatót is tájékoztatni fogom. Ó, milyen kedves. Nem minden ellenőr ilyen rendes. Stan mondta... Nem, az egyik olyan, mint Hitler. Stan szerint egy szemét alak. Igazán? Hol az a busz? Itt jön, látja? Ez lesz az. Oda fog beállni a garázsba. Miért háttal mennek be? Hogy kifelé könnyebb legyen. Szia, mama! Elhoztad a nénikédet? Persze, hogy elhoztam. Már is nyitom az ajtót. Köszönöm, drágám. Szerbusz, Maud! Szerbusz, Mabel! Hogy vagy, drágám? Jaj, olyan rémesen utaztam. Szia, nénikém! Beszéltél már Stannel? Á, még nem. Gyere, kedvesem! Hát még puszit sem adtál neki. Még nem volt rá időm. Butler! Beszélem van magával? Gyere ide, adj egy nagy puszit! Ő az unokaöcsém. Valaha én fürdettem. Mennyit lovagolt a térdemen azzal az édes, puha, púderes popsiával? Elbűvölő lehetett? Meg van még az az anyajegy, tudod, ott a popóján. Erről inkább a kalauznőket kérdezze. Hogyhát? Ó, elnézést, Mrs. Butler, nem úgy értettem. Mindened megvan, Maud? Igen. Nem. Markus? Markus? Ki az a Markus? A kutyuskám. Nem mondtam? Van egy kis kedvencem. Nem mondtad. Sajnos nem bírja a buszozást. Markus, Markus, gyere a mamihoz, gyere! Nem akar lejönni. Ó, Olive, hozd le, légy szíves. Persze. Nagyon szereti a kis kutyusokat. Igen, gyere kicsikém. Markus, gyere kicsikém, gyere mamához. Gyere. Markus, na, gyere le kicsim, gyere mamához, gyere ide, úgy, jaj, de okos vagy. Mi ez a fene van a buszon? Hol van a kalauz? De én nem tudom, a végállomáson még megvolt. Jack, ott vagy? Megkötötték már azt a rémséges kutyát? Lejöhetsz nyugodtan, nincs semmi gond. Jaj. Gyere mamához. Barát? Nagy mázlid volt, haver, mert te elörültél. Ezt jelentenem kell? Hol a papírja? Ja. A többit a blöki megette. Miért engedte, hogy játszom vele? Engedtem? Nézze, mit tett a táskámmal. Először a papír, aztán a táska. Ezért másztam föl oda a magasba. De miért engedte föl a buszra? Nem engedte, csak feljött. Mondhattad volna, hogy ekkora kutyád van, miért nem szóltál? Csak egy jámbor kutyus, nem mindig ilyen morgós. Ő vadította meg, mert lezavarta az ülésről. Persze, hiszen akkor már ketten is ültek azon a helyen.
Nekem ugrott, majdnem megharapott, pedig csak rámosolyogtam. Olyan agyarai vannak, hogy megijedt? Azt hitte, meg akarja marni. Gyerünk, szedjék le onnan azt a kutyát, nincs időnk ilyesmire. Gyere, gyerünk, Markus, ami lesz, nekem szót fogad. Tudni kell bánni vele. Na gyere, hogy érezze ki a főnök. Ugye? Be akart vonszolni a buszba. Látta? Lehet, hogy megint éhes. Mi lesz? Teljesen megmakacsolta magát. Ha nem akarnak brutális módszerhez folyamodni, logikával hozzák le onnan. Kell valami, amivel lecsalogatjuk. Mondjuk, hogy egy macska. Gondolom, ebből doktorált. Csodálatos, mostantól kezdve nem kell többé egérfogó. Ostoba? Ez nála nem használ. Fél a macskáktól. Ó, tudom, mi a baj. Tőle iszonyodik. Meg hogy tőlem? Aj, Mód, nem az ellenőr úrtól. De! Egyszer egy ilyen ronda bajuszú ember belerúgott. Úgy gondolja, az összes bajuszos férfi goromba fráter. Nagyon okos kutya. Talán, ha elbújik valahova, akkor kijön. Bújjak el? Igen. De ez nevetséges. Te, ez a kutya olyan ostoba, akkor megteszem. Nézzétek, elment a csúnya ellenőr bácsi, rögtön jobban érzi magát. Ja, mama, vigyázzatok! Jól mondtam, mama, ha az ellenőr nincs itt, mindenki jól érzi magát. Te meg mit kuksolsz, ott már lejöhetsz. Szerencse, hogy volt ez a kis mája hűtőben. Nem tudom, mit adtunk volna Markusnak. Jaj, ettől a kutyától meg se lehet mozdulni. Olive, drágám! Légy jó kislány, és vidd ki innen. Jó, kiviszem a halba. Ó, persze, ott gyere jó helye szépen. Lesz, menjetek csak. Gyere. Ó, ekkora kutyát. Hol marad Artur ilyen sokáig? Mama, a péntekenként sohasem ér haza 10 óra előtt. Szörnyű, hogy milyen sokáig dolgozik. Dehogy, mama. Miért? Ha hamarabb jön a kutya, nem kap májat. Aztán. Olive, megjött a férjed. Hé, hagyjál már! Takarodj innen! Vedd le rólam a mancsot! Ki rakta ki az előszobába azt a fenevadat? Ő volt. Fölkapcsolhattátok volna a villanyt. Amikor beléptem, rámugrott, rátette a mancsát a vállamra, megnyalta a képen. Azt hittem, Olive begerjed. Arthur, hát te rám gondoltál. Gyere, adok egy csokot. Nem, éppen elég volt a kutyától. Ki ez a nagy dög? Mód nénié. Mód nénié? Ez szerint megérkezett, igaz? Hol van? Oda fönnpakol. Ó. Isteni illat van. Megfőzte a májat? Rögtön meg is eszem. Már megkaptad? Ezt hogy érted? Mert úgy, mert a kutya megvacsorázta. Ha, az a dög befalta az én májamat? Valamit kellett ennie. Olive, hozz egy kis sajtot és ecetes hagymát. Igen, mama. Ez remek. Ha, egész nap a májra vártam. És még csak meg se ízlelhettem. Dehogy nem, mikor megnyalt a kutya. Fogd be! Mit képzel az az öregasszony, hogy idehozza azt a dögöt, talán megbolondult a vénszatyorja? Jó napot, Artur! Jó, de örülök, hogy újra láthatom. Itt felejtettem a melegvizes palackomat. A konyhában van, drágám. Adj egy nagy kicsit. Először a kutya, most ő, mint egy római orgia. Tessék, Artur, sajt és ecetes hagyma. Sajt nincs sok, de a hagymát azt ehhez bőven. Ezt most nekem hoztad, vagy magadnak? Jaj, hát az esküvőtök óta nem is láttalak, édes fiam. Milyen gyorsan eltelt az a 9 év. Nekem ugyan nem. Tényleg, Olive az utóbbi időben úgy kigömbölyödött. Igen. Nem is vettem észre, amíg rajta volt a kabát. Mm-hmm. Persze már éppen ideje, elég régóta házasok, nem igaz? Mm-hmm. Szóval kisbabát nem, vár. Nem vár semmi. Csak túl falánk. 9 év? Nem kellett volna megoperáltatni? De 7 éve megtörtént. Nem volt sikeres. Nem ilyesmivel műtöttek. Akkor ideje, hogy újra szabdaljanak. Elhallgass, vagy neked kell műtét. Az is különös, hogy Stan nem nősült meg. Ha? Nem is udvarol senkinek? Én nem tudok róla. Esténként Jackkel járnak szórakozni, ő a kalauza. Oh.
az, hogy ó. Ó, csak nem ő is olyan lesz, mint Herbert bácsikán. Jaj, Mód, hallgass! Folytasd csak, Mód néni, folytasd! Mi történt Herbert bácsival? Miért ne legyek olyan, mint ő? Semmi fia, mert nem beszélünk, felesd el. Nem, én tudni akarom. Nos, hát ő sajnos ilyen volt. De most már nem számít legális a dolog. A fenébe. Micsoda családban ősültem. Talán jobb is, hogy nincs gyerekünk. Ő nem Sterre hasonlítana, hanem rám. Ez aztán a nagy öröm? Azt hiszem, most lefekszem. Ugye megfelel Sten szobája? Ó, persze. Nagyon kedves Stentől, hogy felajánlotta az ágyát. Igen. Szerintem Markus aludhat odakin a fészerben. Menj, vidd ki, drágám. Jó, viszem, mama. Dehogy? Hogy képzeled ezt? Olyan érzékeny szegényként. Már észrevettem. Majdnem lerántott a busz. Markus mindig a szófán szokott aludni. Ha nem ott pihen, van itt egész éjjel. Most aludjon az utcai szobában. De én alszom az utcai szobában. Remélem, jól fogtok szórakozni. Fogd már be! Markusnak a szófán kell aludnia, különben borítani fog egész éjjel. Nézd, nénikém, Aludni. Sten pedig Arthurral. Nem alszom vele egy percig sem. Te nem alszol. Úgy bűz lesz, hogy elájulnék melletted. Befaltad azt a rengeteg hagymát. Inkább a kutyával alszom, világos? Jaj, ne, kis kutya, ne! Oda nem fekhetsz. Miért nem? Mert az az én helyem tűnés onnan. Most mi bajod? Itt miért nem jó? Mozdulj már, aludni akarok, menj át oda. Jó, csak nem morogj már. Legalább bemelegítettem. Nagyon köszönöm, de nincs szükségem a melegségedre. Jó, akkor majd kiszellőztetek. Ne, bohóckodj már. Ne! Te magasabban fekszel, mint én. Mi van? Az én oldalam be van süppedve. Igen, mert az Olive helye. Csinálnod kéne valamit a matracsa. Olive egész beszorul ide. Hadd csak békén, legalább nem gurul át hozzám. Ez szörnyű kényelmetlen. Én itt nem tudok aludni. Nagyon sajnálom, de ez az én helyem, én itt alszom már 9 éve, Olive meg azon az oldalon ősidők óta. Ez itt épp olyan, mint a berlini fal. Azért csak összefuttok néha egy kis mókázásra. Elfogd már be! Vagy ott alszol, vagy kimész innen, világos voltam? Jól van. Mi bajod van? Valami van hátul az ágy végében, beszorult az ujjam. Yeah. Egy hajcsavaró ide néz. Na, mit szólsz? Látom, ez Olivé. Nem is gondoltam, hogy te használod. Kedves, hogy itt hagyta. Még mást is találhatsz ott, ha szerencséd van. Szerintem soha nem ágyazd be. Csak fölhúzza a takarót és kész. Én nem tudok így aludni. Most meg mi bajod van? Én mindig a jobb oldalamon fekszem. És aztán? Nem tudok úgy aludni, hogy a képedet bámulom. Te hülye vagy, a sötétben nem is láthatsz, igaz? Nem, de érzem a szagodat. Mi? De bűz lesz az ecetes agymától. Gyerünk, fordulj a másik oldaladra. Rendben van. Olive mellett úgyis mindig a másik oldalamra fordulok. Mi van? Vágd le a körmöt a lábadról! Mi bajod van?
Olyan hegyesek a körmeid, mint a cápafogak. Le kéne vágni őket, nem pedig élesíteni. Ha akarod, zokni már alszom. Azt hittem, mindig abban alszom. Majd hallgass már. Hova tehette, Oliva köröm? Megnézem az ágyamba, lehet, hogy itt rejtőzik. Jaj, már megint ez a hagymabűz. Nem vágom le a körmöm, amíg nem szobogatsz mentolos cukrot. Nem tudom, hol van az olló, úgyhogy tarts távol a lábad tőlem, hallod? Remélem, alhatok már. Bejártál? Jaj, ne! Itt hagytam a vattapam a csaimat. Fogalmam sincs róla, hol vannak. Mindig fölkened az arcodra ezt a izét? Igen, mert szebb leszek tőle. Igazán? Akkor gyakrabban is használhatnád. Arthur, miért tűröd Isten ilyeneket mondjon rám? Mert nem nekem jutott eszembe. Hol lehetnek? Ah, itt vannak. Hogy kerültek az ágy alá? Lehet, hogy lerúgtad az ágyról. Ha gyakrabban csinálnál benne rendet, sok mindent találhatnál itt. Aludjunk már végre. Nyomd el a lámpát. Mi? Nyomd el a lámpát. Nem, te feküdtél le utoljára. Nem mondod komolyan, a te oldaladon van, Olive mindig leoltja. Jól van, akkor hívd vissza, tessék. Ó, ne, Isten, ments! Daj, a lábad jéghideg! Nagyjál már! Mondd, te mindig hajcsavarokkal és krémes arccal fekszel le? Igen. Na ne, így vagy Arthur előtt. Igen, miért? Nem csoda, hogy nem vagyok nagymama. Arthur nem bánja. Nem adtam neki jó éjtpuszit. Na, ne te menj oda, várd meg, amíg ő jön hozzád. A férfiak azt szeretik, amiért meg kell küzdeni. Nem hiszem. Nem hiszem, hogy ide jönne. Én sem. Ismerem az én Arthuromat, ha nem csokolom, meg nem tud elaludni. Olive. Hagyjál! Vidd a kezed, én nem Olive vagyok! Fordulj meg! Fordulj meg! Torkolj! Fordulj már meg! Fordulj meg! Ne horkolj! Fordulj már meg, hallod! Mi a felét csinálsz? Retteretesen horkoltál, úgy, mint egy vaddisznó. Én sohase horkolok. De igenis, hogy horkolsz. Akkor hallok ilyet, amikor eltömödik a busz kipuffogója. Úgy horkolsz, mint egy disznó. Ne túlozz, úgy se hiszem el. Nem túlzok, és így is csinálsz, hogy... Hol vagyok? Tönkre teszed az éjszakám. Fordulj meg, úgy talán nem horkolsz, aztán egy hangot se halljak. No, visszatért az ecetes agyba. De a fenébe. Rendben van, alszom a hátamon, és ha valami nem tetszik, menj máshova szunyálni. Megyek is, a konyhában fogok aludni. Jó van, menj csak. Még csak egy éjszaka. Ebből elegem van. Ne mondd már, hogy soha nem aludtál olyannal, aki horkolt. De igen, és ez volt az utolsó eset. Arthur, bejöhetek? Jaj, mit akarsz? Nem tudok aludni. És? De hol van? A konyhában alszik, de mivel hideg van, bármelyik percbe visszajöhet. Ó, úgy fáj itt a nyakamnál, masszírozd meg a zöld balzsammal. Ja. Itt hagytam a dobozt. Mi? A fenében nem kialudt a tűz. Hú, de ideg van itt. Úgy jobb lesz, ha visszamegyek, meg még megfagyok. Megmasszírozol? Nem. Kérlek, Arthur, amíg nem csinálod, nem tudok aludni. Nem, fáradt vagyok hozzá. Csináld.
Nem vesztegették az időt. Á, ilyen késő éjszaka nem megy. Bezzeg, amikor összeházasodtunk, nem kellett kérni. Na jó, van egy fene. Egy pillanat, csak lehúzom a hálóingemet. Siessünk. Stand bármelyik pillanatban visszajött. Csodás, egyszer csinálják egy évben, és éppen. Hello, drágám, de csinos vagy. Szia, haver, mi történt veled? Elég pocsékul festesz. Olyan nyakam oda van. Nem tudom megmozdítani. Egész éjjel abban az átkozott jéghideg konyhában aludtam. Jaj, nagyon fáj. Itt, masszíroz meg egy kicsit. Igen. Ó, de jó esik. Hú, de erősek az ujjait, haver. Igen, a sok apró számolástól. Még, jaj, de finom. Hála az égnek, Mód néni ma elutazik, szerencsére. Még egy éjszakát nem bírnék így ki. Hogy megy ki az állomásra? Taxival, megmondtam, a kutya nem utazhat buszon. Azt remélem is. Azt hiszem, túlságosan összemelegedtek maguk. Talán maga is megkívánta. Csak egy kissé furcsán festenek ebben a pózban. Ne aggódjon, bár őt masszírozom, de rá gondolok. Jobb, ha nem emeli túl magasra a szemét. Induljanak, idő van. Gyerünk, szálljanak föl a buszra. Igyekezzenek, mi lesz? Legalább egyszer próbáljanak időben elindulni. Jól van, ne pattogjon. Már is sokkal jobb. Nem fáj úgy. Tudom mozgatni a nyakam. Elhiszem. Rajta gyakoroltam. A buli után. Igen? És mi történt? Képzeld el a lukat. Ken, várj meg, kicsikém. Elutazott? Dehogy ment el. Gyere szépen, jó kis kutya vagy. Na, mi történt? Talán nem jött a taxi. Igen, időre ott volt, csak meglátta a kutyát, és elhajtott. Nélkül. Kutya. A szemtelen fráter azt mondta, hogy losszállító kell hozzá. És most mit csináltok itt? A Mód néninek busszal kell mennie az állomásra. Nem, azzal az állattal soha. De nem tehetem, mama, ha az ellenőr meglátja, kirúgat mindkettőnket. Ki kell jutniuk az állomásra, és az messze van. Akkor nyergelje fel, és lovagoljon ki rajta. Nézd, az állásom forog kockán. Később, ha lekésik a vonatot, ezt nem teheted meg velük. Fogjatok egy másik taxit, és az eléri a következő. De naponta csak egy közvetlen járat van. De majd megoldjuk valahogy. Nálunk maradsz még egy nap. Én nem nálunk. Még le sem húztam az ágyneműtet. Nem, mama, azt nem. Felesd el. Nénikém, szálljatok fel a buszra. Jó, hát indulj. Gyere, szálljatok. Gyorsan. Gyere, mindjárt indulunk. Egy pillanatra, pajtás. Neked jó, te biztonságos helyen ülsz. Nem akarom, hogy ez a szörnyetek még egyszer szétrágja a tárgyat. Gyere, csak most az egyszer. Nem megyek sehová. Nézd szépen, kérlek, gyere, menjünk. Nem megyek sehová. Nem jössz? De nem ám. Akkor csak egy dolgot tehetek. Magyar szöveg Pető Emmi, hangmérnök és vágó Papp Zoltán István, gyártás vezető Szőke Szilvia, szinkronrendező Gál Erika. A magyar változat a Filmmúzeum megbízásából a Labor Film Szinkron Stúdióban készült. Produkciós vezető Legény Judit.